Köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Pénteken egy közös palacsintázásra várják a vízivárosban élő családokat és gyermekeket. A mai Esti Mérlegben erről fogunk beszélgetni két beszélgető partneremmel, Horváth Miklósnéval, önkormányzati képviselővel, és Pis Norberttel, a LISZ irodának a vezetőjével. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban. Szóval a péntek az már nem sokára itt van, és egy nagyon-nagyon-nagyon-nagy ötlet támadt, nem is olyan régen. Azt gondolom, hogy önök ketten hozták létre ezt a vállalkozást, ami lesz, mi is lesz pontosan. Köszöntöm a nézőket én is, és az ötlet a Norbié. Ezt azért tisztességgel el kell mondani, mert a ketten abban értünk egyet, többek között, sok mindenben, de ebbe különösen, hogy közösséget kell építeni vízivárosba. Nagyon sok ember lakik ott viszonylag kis területen, kevés az a hely, ahol összejöhetnek, és olyan programokat kell szervezni, ami lehetőleg a gyerekeken keresztül a felnőtteket is meg tudja szólítani egészen a nagyszülőkig. És ilyen szerencsére már van két hagyományunk, az egyik az advent, amiből már 11 óta csináljuk minden évben, a másik pedig a nagyon sikeres szintén a nyári, a kölyök juniális, az pedig a hatodik volt. És gondolkodtunk, hogy még mi az, mivel lehetne bővíteni, és hát szóba kerültek a gyerekek, meg az, hogy nagyon szeretik a nyári szünidőt, de hát szegények milyen szomorúak, nem biztos, hogy mindenki nagyon örül, hogy másodikán be kell ülni az iskolapadba, és akkor a Norbinak, ugye, mint gyakorló szülő, rögtön eszébe jutott, hogy azért ezt az utolsó napokat, ami még vissza van, azt édesítsük már meg nekik. Hát mivel lehet, mi az, amit minden gyerek szeret? Na, mi is az sütemény, ilyen sütemény, a palacsinta. Na, így lett a palacsinta péntek, úgyhogy ő az ötletgazda, és én tényleg nagyon örülök neki, mert nagyon remélem, hogy ez tényleg egy nagyon kellemes és egy önfelett nap lehet még ez a pénteki nap, azért nem a szombat-vasárnap maradjon meg a szülőknek, lehessen összerakni még az iskolatáskát, készülni a hétfői napra, de ez legyen egy felhőtlen nap még, és ami jókedvel, édes, különböző palacsintákkal fog eltenni, és ott várjuk szeretettel őket a LISZ-nél a Budai út 64-ben. Hogyan kell elképzelnünk egyébként ezt a napot? Mikor indul, meddig tart, mi minden lesz? Hát főként palacsinta. palacsinta lesz, igen. Szeretet, jókedv, erre számítunk, hogy azt a szeretetet, amivel mi készítjük ezeket a palacsintákat, olyan szeretettel fogadják tényleg a gyerekek, illetve nem csak a gyerekek, az arra látogatók. És 11 órától szeretnénk kezdeni a palacsinta osztást, és hát egészen délutánig tartana. Reméljük, hogy bírjuk erőkkel. Azért Sacinén szerény volt, de egy egész csapat áll emögött a kezdeményezés mögött, számtalan önkéntes és felajánló. A lekvár felajánlástól elkezdve a munkában mindenki mögé állt, hogy nyilván, amikor egy ötlet megszületik, akkor a saját kis közösségünkben megkérdezzük a többieket, mit gondolnak, és mindenki abszolút támogatásáról biztatott minket, hát reméljük, hogy sikerül megfelelni majd az előzetes elvárásoknak így pénteken. Hogy kell elképzelnünk egyébként, hogy hol készítik majd a palacsintákat, hol lesz a tere ennek az egésznek is? Ott abszolút a LISZ-i előtt, ott kialakítunk a Nébichel konzultálva, mindenféle szabályokat betartva, abszolút szabályosan fogjuk sütni is és tölteni is a palacsintákat. Egyik se egyszerű feladat, mert elkezdtünk ott hirtelen számolni létszámba, hogy ott a nagyposta, az emberek is jönnek, az óvodák, a bölcsi, ugye nem régen most már a Csemete bölcs is nyit, és úgyhogy meglátjuk, hogy mennyien lesznek. Ezt előre kiszámolni igazából nem lehet. Igen, azon gondolkodtam is, hogy ez egy igazán nagy vállalkozás egyébként. Ez nem olyan, mint amikor egy iskolai vagy óvodai rendezvény, és tudjuk, hogy mennyivel kell készülni palacsintailag. De hogy itt most tényleg a vízivárosban élőket várják nyilván elsősorban. Igen, hát ez logisztikai kérdés is. Alapvetően logisztikai kérdés, hogy hogy lesz fölépítve egymás után, és egy technológia. Egy technológiai soron megy végig nyilvánvalóan. De mindent, ami egy folyamatos kiszolgálást kell, hogy biztosítson, ott nyilvánvalóan el kell kezdeni. Tehát ez 11-től várjuk a kedves vendégeket, de ez nem azt jelenti, hogy mi 11 órakor fogjuk kinyitni az ajtót, mi elmegyünk oda, és 9 órától ott már meg lesz a víznek a helye, mert nyilvánvalóan esetleg valaki azt is fog kérni, és meg lesz végig az, hogy hol az egész technológiai folyamatnak megfelelően, és 11 órára legalább 100 palacsintával indulunk. És azt folyamatosan, ott sütjük folyamatosan, ahogy fogy, annak megfelelően, de hát szerintem olyan tempóba fogjuk tudni csinálni, mert megvan hozzá a megfelelő infrastruktúra, mondom, hogy
remélem, hogy semmi zökkenő nem lesz. De el kell indulni, tehát úgy lehet elindulni, nem az, hogy most akkor most jönnek, és mi akkor kezdjük esütni, nem. Százzal indulunk, 100 palacsintával indulunk. És egy biztos, hogy el nem fogy. Nem fogy el, olyan nincs, hogy elfogyjon, mert úgy fölkészültük, a depó az olyan, hogy mindenre lesz, ugye csokis lesz, a fahéjas, kétféle, legalább kétféle lekváros, úgyhogy ez lesz a választék, és hát reméljük, hogy mindenkinek nagyon fog ízleni. Lehetne többfélét is csinálni, meg vannak különféle palacsinta receptek is, de hát mi nekünk most erre fogja futni, ha úgy tetszik, mert erre lehet a kiszolgálás szempontjából ennyit lehet vállalni. Igen, ugye mondták, hogy nagyon fontos a közösségépítés, ezért is van nyilván ez az alkalom, igen. És ez akkor egy ilyen hagyományteremtő lesz? Tehát most akkor már jövőre is lesz ilyen? Igen, hát ezt eleve úgy indítjuk. Mindenbe, amiben belevágunk, ugye, úgy indítjuk, hogy ez akkor a vízivárosé is legyen. Minden területnek, minden városrésznek van. Miért pont vízivárosnak ne legyen? Vízivárosnak lesz adventje, van, kölyök juniálisa van, most lesz palacsinta péntekje is. És biztosan ezek nagyon népszerűek is egyébként. A Liszi iroda egyébként 2013 óta működik Székesfehérváron, hogyha jól tudom, illetve a Vízivárosban ezen a területen. Mit lehet tudni így az irodáról? Hát gyakorlatilag annak idején egy országos pályázat kapcsán alakultunk. Ezt a nevet, ezt mi örököltük, tehát igazából ez nem a mi találmányunk. Akkoriban ennek a programnak az volt a cél, hogy a lakótelepeken egyfajta kulturális inkubátorházakat hozzunk létre. Magamnak így fordítottam, nyilván van erre egy veretesebb és hosszabb szöveg, de igazából egy mini kultúrházat, és mikor vége volt ennek a programnak, az országban ezek elhaltak nagyjából, ezek az irodák után nem volt lendület, viszont itt Vízivárosban tényleg sikerült egy olyan közösséget megtartani, egy olyan magot, akik mindig valahogy tovább görgetik, és most már azóta folyamatosan működik. Annyi, hogy ilyenkor nyáron a meleg miatt és a szabadságok kivétele miatt zárva vagyunk, de gyakorlatilag a palacsinta pénteket követően már újra indulnak a programjaink, ilyen babamama klubok szoktak lenni, illetve időseknek ilyen szenior tornák, meridián tornák, ezek különböző kis mikroközösségeknek szóló programok, és aztán az idén például most szeretnénk egy új programelemet, egy kifejezetten az időseknek szóló digitális akadálymentesítést, vagy egyfajta képzést az iránt beszéltünk, konzultáltunk többször velük, és mondták, hogy nagyon szeretik, így elkapta őket az e-mail, most már néhányan a Facebook, a nem tudom micsoda, de a tudatos digitális magatartás, az nagyon szeretnék, mikre kell vigyázni, jelszavak, stb. És e köré szervezünk mi egy képzés majd, és nem sokára azt is elkezdjük hirdetni, és arra is lehet majd jelentkezni. Ugye ez egy új dolog, ami majd az idősebbeket érinti, de hogy amik most vannak programok, azok mennyire népszerűek így a családok, a fiatalok, a dolgozók körében? Én azt gondolom, hogy a magját a mi közösségünknek a kisgyermekes családok adják. Tehát ez látható az adventnél is szerintem, hogy ott mondjuk kiegészül nagymamával, akik eljönnek és megnézik az unokát, szülők is egy kicsit megállnak, és a kézműves foglalkozásokon leülnek a gyerekkel, és egy kicsit próbálunk közös perceket teremteni. Nem is biztos, hogy észreveszik ezt, de ezt mi úgy csavarjuk, csűrjük, hogy egy kicsit megpróbáljuk ebbe, hiszen az a várakozás időszaka. A juniálist azt talán nem is kell nagyon említenem, mert az már kinőtte a városrészi kereteket. Ez egy nagyon népszerű és nagyon szeretett program, és ami a külön öröm, hogy ott ugye becsábítottunk magunk mellé cégeket, akik szintén jönnek, megmutatják magukat, nem beszélve a kéklámpásokról, nem tudom, és évről évre ez már úgy van, hogy már amikor elkezdenénk szerezni, ők már előbb elkezdenek minket figyelmeztetni, hogy akkor ugye jövünk, nem tudom. Tehát ezek tényleg, ahogy képviselőasszony említette, már ezek folyamatos dolgok, és bízunk benne, hogy ez a palacsinta péntek is egy ilyen tud majd lenni. Ugye nagyon sok program van most már, amit így akkor a Liszi irodával közösen szerveznek, de van ehhez igazából tér, ahol mindez megvalósuljon? Ugye a palacsinta sütésre is gondolok most, hogy annak hol lesz. Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés, mert a tér az, ami nagyon nincs Vízivárosban, és tulajdonképpen az advent is már egy vízivárosi részi
tehát ott azért bekapcsolódott még három másik választókerület, amelyiknek a részei a hajdani víziváros volt, tehát azt még kibővítettük, de az is csak az iskolában tudjuk megoldani. És ahol lehetne bővíteni, az egyetlen olyan hely van, ami tér, de az is kicsi, és inkább csak ilyen sétálgató térnek felel meg, de azt is már mi csináltuk, a zöldfatér. De az nem alkalmas erre. A juniálist azt úgy kapjuk kölcsön az Obitól. Tehát van egy szép nagy terület, a fűtőerőműnek a területe. Ez benne van Székesfehérvár stratégiai fejlesztési tervében, hogy hosszú távon, ahogy folyamatosan költözik ki a fűtőerőmű, és költözik ki a fűtőerőmű, várhatóan 2020-21-ben már teljesen kiköltözik, akkor már csak az EON maradott, meg az az egyéb a videótonnak a részlege, azon a közel 10 hektáros területen, de akkor eleve azt a területet rekultiválni kell. Ott azért rengeteg pakurát vittek be annak idején, mielőtt még a gázfűtést bevezették, tehát ott az egész talaj mindent meg kell újítani, az milliárdos nagyságrendű pénzbe fog kerülni, és utána pedig az van benne a mi távlati fejlesztési tervünkben, amit jóvá hagytunk, hogy ott egy vízivárosi közösségi tér, egy közösségi ház, és ott egy közösségi park létesül, mert ha valakik, hát a vízivárosiak is nagyon megérdemlik, hogy nekik is legyen egy olyan területük, ami tényleg az övék, ahol tényleg össze tudnak jönni, beszélgetni, rendezvényeket tartani, és hát az tulajdonképpen az az otthonuk, és az az övék, az a terület, úgyhogy én nagyon várom ezt a bizonyos 2020-21-et, hogy el tudjuk kezdeni, és megkapjuk rá a megfelelő forrásokat, hogy ezeket a folyamatokon végig tudjuk vinni. És az meg aztán külön gyönyörűség lenne, hogyha most már tényleg visszakerülne az önkormányzat tulajdonába a vagyonkezelésből az a kocsmalom, mert az egy másik nagy érték. És nagyon sokan már szerették volna, hogy ott legyen egy ipartörténeti múzeum, de az megint egy milliárdos dolog. Tehát ott is megvannak a tervek, különösen az az oldalsó résznek, ahol a gépműhely van, azt lehet talán legelőször befogni ilyen kulturális célra, de ott pályázat kell, ott az örökségvédelemhez kell fordulni, mert az több milliárd, mire azt rendbe hozzák úgy, hogy tényleg abban a kivitelben, ahogy ez megérdemelné, hogy ez Európa egyetlen faszerkezetes malma, a mezőségnek a központi épülete, ez az 1800-as éveknek a végén már, még tudnék órákat beszélni róla, mert tényleg nagyon szeretném, hogyha abból lenne valami, és tényleg ékessége lehetne a vízivárosnak. És hozzátartozik a történelméhez. Tudjuk, hogy hozzátartozik, de sajnálatos módon, amikor befejeződött a Molnár képzés, akkor onnantól nem nagyon volt gazdája, mert a vagyonkezelő nem igazán foglalkozott vele. Most pillanatnyilag úgy tartunk vele, hogy leltározzák, tehát műszaki átvétele történik az egész területnek, a malomnak az összes berendezésével együtt, és onnantól kerülhet vissza valójában újra az önkormányzatnak a kezelésébe, és akkor az üzemeltetését azt már eldöntöttük, hogy azt a városfejlesztés fogja végezni, és onnantól a tervek, mondom, megvannak, hogy mit szeretnénk, hát onnantól már csak a jó szándék meg a pénz járzik hozzá, hogy meg is valósuljon. És akkor tényleg kiteljesedhetne Víziváros, és mindenki, akinek ez a szíve vágya évek óta, nem évek óta, 10 évek óta, azok akkor azt hiszem mind megérik, és mind örülni fognak neki, velem együtt. Igen, és amíg ugye tényleg ez meg is fog valósulni rövid időn belül, addig is akkor hát marad az a tér, ami mondjuk ott adott most jelen pillanatban, de a palacsintázás is szerintem egy nagyon mindenkit megmozgató, és tényleg egy közösségépítő program lesz most pénteken. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltak itt a stúdióban. Köszönjük szépen a lehetőséget. És köszönjük az önök figyelmét is, az esti mérleget látták, tehát pénteken 11 órától a vízivárosi családokat, fiatalokat, gyerekeket várnak egy palacsintázásra, egy jókedvű palacsintázásra vízivárosban a Budai úton, a Liszt iroda előtt.